Itt kuporgok a kis lesemben. Fú, már idejét sem tudom, hogy mikor voltam utoljára fotózni. Ebben a lesben már szerintem legalább 10 hónapja. De valahogy szakítottam egy kis időt, egy pár órát, és beültem. Elég jó a mozgás, nagyon sok énekes madár jár, szajkok járnak, szarkák, ölyvek és karvaj. Igazából miatta jöttem ma ki, karvajt szeretnék fotózni, lássuk mekkora sikerrel fogok járni. Muszáj ezeket a mécseseket itt égessem, mert ha nem párásodik le az ablak, nem látok ki rajta. És ott az a bokor, ott a beszálló mellett, ott az. Az azért van, hogy oda tudjanak behúzódni a kis madarak, hogyha a karvaj netán megérkezik, akkor ne fogja meg olyan könnyedén őket, és oda bokor alá is etettem nekik. Ott kellene fotózni, aztán meglátjuk, hogy összejön-e. Szajkókat már sikerült fotóznom rajta. Lássuk a karvaj, mit szól majd hozzá. Egy picit közben megvetköztem, tehát egy kis idő bemelegedett, elég jól a les, itt égetek néhány gyertyát, hogy az ablak ne párásodjon, de nem is az a lényeg. Itt volt a karvaj, nem mondhatom, hogy nem járt itt, de megmutatom, nincs, amire nagyon büszke legyek, mert közel sem oda szállt, ahova szerettem volna. Most, hogy ilyen régóta nem voltam kint fotózni, most még a cinegékkel is beérem, csak valamit lássak, valamit fotózzak. Otthon legyen valami friss fotó a gépen, amit válogassak, még ha ki is dobom őket, de legyen valami mozgás. Thank you.
Közben érkezett egy egeri szőjf, le van szállva, és a neki kihelyezett kajából falatozik. Nem egy olyan helyzet, hogy ezt most fotóznom kellene. Ilyen fotom, hogy az ő a földön van már szekérnyi, azért megmutatom. Hoppá, hoppá, hoppá! Hát az előbb szinte eldobtam a kamerát a kezemből. Jobban mondva, el is dobtam. De nem potyára, ugyanis mondtam, hogy itt van egy őj, falatozik, de semmi extra, nincs amit fotózni rajta. Erre föl megérkezett egy másik, mint egy sólyom, úgy csapott le rá, és alig győztem fotózni, összeverekedtek, csináltam egy csomó képet, aztán kiderül, hogy mi lesz jó, de szerintem egy-kettő azért lesz közte jó, és elment mind a kettő. Na, hát ez a meglepetés, ez jó jött mára. Már csak a karvaj. Drukkoljatok. Csak visszajött a karvaj. Igaz, hogy nem arra beszállóra, amelyikre terveztem, hanem ide egész közel. Az etetőre szállt be, de itt is tudtam fotózni. Lett egy rakat fotó, nagyon sok fotót készítettem. Többnyire portrék. Meg látjátok. Éppen készültem, hogy abbahagyom a fotózást, mondom, hogy hát ennyi volt, mára elég volt. Kétszer itt volt a karva is, ő volt az első számú célpontom a mai nap. Tehát kétszer bejött, egyszer sikerült jó pozícióban fotóznom is, mit akarok többet. Pakoljak, menjek haza. És ez, ahogy átsiklott az agyamon, abban a pillanatban a kismadarak szétrebbentek, és megjelent a karvaj, becsapott a bokorba, nem tudott megfogni egyet se, közben riadoznak megint, de már csak a szajkó miatt, ugyanis most volt itt a karvaj, még félnek mindentől, ami nagyobb és mozog, szóval becsapott a bokorba, egyet sem tudott megfogni, és felült a beszállóra, a piros háttér elé. Nem fogjátok ezt elhinni. A mai fotózás ennyi volt, rég nem mozdultam ki fotózni, pont itt volt már az ideje, igazán jól esett. Sok minden történt, mondhatom így, sikerült néhány jó képet készítenem. Ezt már, ha végignéztétek a videót, láttátok is, vagy még ezután fogtok látni belőle egyet-kettőt. A lényeg az, hogy ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. A legközelebbi viszontlátásig, jó fényeket! Sziasztok! Már közeledtem az autóhoz, amikor észrevettem ezt a medve családot, amint a domboldalban sétálnak. Így gyorsan felállítottam az állványt, elővettem a fényképezőgépet, és készítettem egy rövid videót róluk, amint sétálnak be az erdőbe. Így most már velük köszönök el ténylegesen.